A nemzetpolitika legfontosabb, minden más érdeket felülír, máért Budapesten. Délvidéki magyar Golgota megemlékezés Magyarországon az 1944-45-ös magyar ellenes atrocitásokról. Szabadkán és Újvidéken ünnepélyes keretek között írták alá felsőéves egyetemisták, főiskolások az MNT demonstrátori ösztöndíj szerződését. 5 éves fennállását ünnepelte a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar. Új törvények a szerbiai általános iskolákban, a szabályok vonatkoznak többek között az ellenőrzők megíratására is. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért. Ez a mondat szerepel az új magyar alaptörvényben, és ez a megfogalmazás az alapja annak a nemzetstratégiának is, amelyet a Magyar Állandó Értekezlet a 10. plenáris ülésén egyhangulag fogadott el Budapesten. Az irányokat 2020-ig kijelölő 50 oldalas anyag szerint a nemzetpolitika fő törekvése, a magyar közösségek megerősítése, gyarapodásának segítése. Amennyiben a nemzetpolitikai szempontok és a különböző szakpolitikák, beleértve akár a diplomáciát is, egymással ellentétbe kerül, akkor a nemzetpolitika a fő szempont és a nemzetpolitikája a prioritás. Tehát se diplomáciai, se gazdasági, se semmilyen szempont nem überelheti a nemzetpolitikai szempontokat. Tehát Magyarország a magyar kisebbségek szempontját a legfontosabbnak tekinti a körülöttünk vagy bárhol lévő országok viszonyában. Magyarország politikailag, erkölcsileg és anyagilag támogatja a külhoni magyar intézményeket és szervezeteket, valamint közvetlen kapcsolatot épít ki a külhoni magyarokkal, olvasható a dokumentumban. A stratégia szerint a nemzeti közösségek politikai célja egyrészt az államon belüli kisebb, önkormányzó egységek, az autonómia, másrészt az önálló intézményrendszer megteremtése. Ezen a téren előrelépést csak Vajdaságban értek el, állapítja meg a nemzet stratégia. A máért aktuális politikai kérdésekről is tárgyalt. A jövő év legnagyobb kihívásai közé tartozik, hogy 2012-ben választásokat tartanak a Kárpát-medence szinte mindegyik országában, ahol magyar közösségek élnek. Ez mindig óriási kihívás a számunkra. Már egy-egy területen zajló választás is, amikor pedig 2-3-4 országban várható választás, akkor ez különösen bonyolultá teszi a Kárpát-medencei nemzetpolitikai helyzetet. Én most csak annyit tudok mondani önöknek, hogy mindannyiuknak bölcsességet és éleslátást, valamint az együttműködés felé hajló politikai szándékot szeretnék kívánni az előttünk álló nehéz év feladatainak megoldásához. Egy dolog bizonyos, akármilyen bonyolult is a helyzet, bármelyik nemzetrészről is legyen szó, önök a cselekvő magyar államra és magyar kormányzatra a következő évben is számíthatnak. A nemzet stratégia leszögezi. A támogatás politika az eseti jellegű támogatások helyett az intézményekre kell, hogy koncentráljon. Több éves prioritásokat kell megfogalmazni. Összpontosítani kell az erőforrásokat, és hosszú távú kötelezettségvállalás szükséges a kiemelt ügyek megvalósítása érdekében. Egyfajta folyamatos támogatást kíván biztosítani azoknak az intézményeknek, programoknak, amelyek az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a nyelvhasználat szempontjából egy-egy adott közösségnek a hosszú távú fejlődését, talpon maradását biztosítja. Mi azt szeretnénk, hogyha azokhoz a megfogalmazott célkitűzésekhez kapnánk támogatást, amit a különböző stratégiákban fogalmaztunk meg. A MÁIR tagszervezetei egyetértettek abban, hogy a január 1-e óta a magyar állampolgárság megszerzését célzó egyszerűsített honosítási eljárás új esélyt jelent a magyarság számára. A kettős állampolgárság, a tényleges magyar autonómia és a részarányos képviselet követelésével beleillik a nemzeti együttműködés rendszerébe. Reméljük, hogy más kárpát-medencei magyar pártok is hozzáteszik a magukét, és ebből végül egy valóban tartalmas politikai koncepció alakul ki. A nemzet stratégia kimondja, a magyarság fennmaradása nem csupán Magyarország felelőssége, hanem minden anyaország és külhoni magyar közösségé. Azzal, hogy kultúránkat, történelmünket, nyelvünket megőrizzük, nem csak saját nemzetünknek, hanem az egész emberiségnek tartozunk, írja bevezetőjében a magyar miniszterelnök helyettes.
Magyarországon az elmúlt hétvégén országos megemlékezést tartottak délvidéki magyar Golgota 1944-45 néven. A parlamentben a házelnök azt mondta, ami 1944-45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt. Nincs teljes értékű szerb-magyar jövő az 1944-45-ben ártatlanul lemészárolt délvidéki magyaroknak nyújtott végtisztesség nélkül. Javaslom, hogy 2012-ben közösen helyezzük el a délvidéken egy olyan áldozati emlékmű alapkövét, amellyel kifejezzük, hogy a szerbek és magyarok az egymás sérelmére elkövetett bűnökkel nem élnek együtt, nem hagyjuk, hogy ezen bűnök lelkünket és jövőnket, gyermekeink jövőjét megmérgezzék. Kérem, tolmácsolják a szerb társadalomnak üzenetünket, hogy a szerb nemzet nem a magyar fájdalom elutasításával, hanem ezen fájdalom megértésével válhat erősebbé. Kövér László a megemlékezésen arra kérte a jelenlevő szerb politikusokat, tolmácsolják a felelős szerb politikai osztálynak, hogy nincs teljes értékű szerb-magyar jövő az 1944-45-ben ártatlanul lemészárolt délvidéki magyaroknak nyújtott végtisztesség nélkül. Szerbiát az eseményen a nagykövetség és a vajdasági parlament alelnöke képviselte. Drugi svetski rat je zvanično okončan pre 66 godina pobedom na najvećim zlom u istoriji čovečanstva, fašizmom i njemu srodnom nacizmom. Ta pobeda plaćena je visokom cenom. Desetine miliona poginulih, bezmalo čak na tri kontinenta, među stradalim opet najviše civila, običnih ljudi, komšija, rođaka, prijatelja, koji nikakve veze sa ratom nisu imali. Ovaj skup svedoči o tome da drugi svjetski rat ipak nije u potpunosti završen. Još bole rane od pre gotovo 7 decenija. I taj bol je sve prisutan, nadnacionalan. Az eseményen a délvidéki magyar írtás kutatói is felszólaltak a parlament felsőházában. Sokszor megrázó személyes történeteiket osztották meg a hallgatósággal. Közülük 5-en kitüntetést vehettek át eddigi munkásságukért. A díjazottak Cseresznyésnék Kis Magdolna, Teleki Júlia, Zagyva Mérei Emma, Csorba Béla és Rudolf Weiss. A vajdasági magyar politikai vezetők közül is többen részt vettek a megemlékezésen. Pásztor István, a VMS elnöke Budapesten kijelentette. A vajdasági magyar közösség célja, hogy Szerbia élhető ország legyen, ezért kész áldozatokat is hozni, de az uniós csatlakozás reményében sem mondhat le a múlttal való szembenézésről. A vajdasági magyar közösség mindig az egyetemleges magyar nemzet részének vallotta önmagát, és ha időről időre fölismerül a kérdés, vajon mi jogosítja őt fel arra, mi jogosította fel évtizedeken keresztül arra, akkor úgy gondolom, hogy többek között ma este kaptuk meg a feleletet újra erre a kérdésre. Azért volt folyamatosan jogunk az egyetemleges nemzet részének vallani magunkat, mert többek között a 40-es évek közepén ilyen magas árat fizettünk érte. Szerbia mi is vagyunk, akik évszázadok óta ott élünk, akik ott nevelkedtünk, és akik ott neveljük a gyerekeinket. És annak érdekében, hogy Szerbia fejlődjön és haladjon, mi hajlandók voltunk és hajlandók vagyunk áldozatokat vállalni. De a múlt sebeinek begyógyulásáról való lemondás, a kollektív bűnösség létezése és fönnmaradása, a rehabilitáció ellehetetlenítése, a kárpótlás ellehetetlenítése nem és nem lehet olyan ár, amit bárki elvárhat tőlünk, és amit bármikor is az uniós csatlakozás érdekében a vajdasági magyar közösség föl tud vállalni. Nem csak a parlamentben volt megemlékezés a hétvégén. A Magyar Tudományos Akadémiában konferenciát tartottak, történeti kiállítás nyílt a Trianon Múzeumban.
ünnepi misét tartottak a Szent István bazilikában, levetítették Siflis Zoltán rendező dokumentumfilmjét, a Pasaréti templomban pedig megkezdték a délvidéki ferences vértanúk és társaik boldoggálvatási perét. Szabadkán 30, Újvidéken pedig 70 egyetemi és főiskolai hallgató írta alá a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíj szerződését. A felsőbbéves tanulók ezzel azt vállalták, hogy az elsőéves társaikat segítik a tanulmányaik folytatásában, és hasznos tanácsokkal látják el őket. Az idősebb hallgatók munkáját anyagi támogatással ösztönzi az MNT. A fiatalok szerint jól jön az ösztöndíj. Ez az ösztöndíj számomra nagy segítség, mivel ugye hát bent lakok, valamint ugye a hétvégi hazautazás, az lakbér is, ez hasonlóakat fedezem ezáltal, és segítséget nyújt. Az első éveseknek szerintem úgymond rengeteget tudok segíteni, mivel már a negyedéves vagyok, és nagyon sok a tapasztalatom itt a tanítóképzőkaron, valamint mi vagyunk az első óvóképzős szak, abban az évben indult, és így szerintem rengeteget tudok segíteni az első éveseknek. Már minden tanárt, minden tantárgyat úgymond ismerek, és mi most már ugye gyakorlaton vagyunk, ezért abban szerzett tapasztalataimról is tudok tanácsot adni. Szerintem, mivel negyedéves vagyok, nagyon sok mindenben tudok segíteni, illetve legalábbis több dologban, mint az alattam járó évfolyamok, mivel ahogy elmondtuk már a gyakorlatokon való tapasztalatok, és az, hogy mi már 3 évet konkrétan itt végigjártunk, sokat tanultunk és tudunk tanárokról is, és tantárgyakról és helyzetekről is, szerintem nagyon sokat tudunk nekik segíteni, úgy a beilleszkedésben és a továbbtanulásban is. Én rajtam igen sokat segít, mert én az iskolát is úgy kezdtem, hogy 1 évet dolgoztam, és úgy bírtam elindulni, tehát ez nagyon jó lesz, és hát igen, segíteni az elsősöket, ebben azt hiszem jó leszek, mert szoktam úgy kollégiáminek is magyarázni, amit nem értenek, úgyhogy... Mi volt számodra nehéz, amiben majd most tudsz itt az elsősöknek segíteni? Hát voltak tantárgyak számomra. Az angol az elég nehéz volt, mert még soha nem tanultam, de viszont azt most sem tudom olyan nagyon. Ez kicsit problémás, amúgy a többi az ment, mert matematikából jó vagyok, és itt főleg az szükséges. Az MNT demonstrátori ösztöndíj pályázatára nagy volt az érdeklődés. 4-szeres volt a túljelentkezés. Először 70 támogatást hagytak jóvá, majd ezt még 30-szal kibővítették. A támogatottak elektronikus úton és személyesen is tartják majd a kapcsolatot az első évesekkel. Gyakorlatilag 2 alapvető kommunikációs forma van, amit tartaniuk kell a demonstrátoroknak. Egyik, hogy hetente egyszer személyesen meggyőződjön arról, hogy az ő diákja ott van és részt vesz az oktatásban. A másik pedig, hogy egy elektronikus kommunikációs csatornán, amit mi alakítunk ki egy közös portálon, ő folyamatosan, legalább heti gyakorisággal kapcsolatot tartson a diákjaival, és ahol a diákjai kérdéseket tehetnek föl, segítséget kérhetnek, eligazítást kérhetnek, akár szakmai, akár nem szakmai jellegűt. Tudni kell, hogy néhány területen, ahol nagyon kevés diák van, például a Belgrádi Egyetemi Központban, vagy Nagykikindán, vagy néhány helyen, ahol van még felsőoktatási intézmény, ott nem a szakterületen belül kaptak a diákok demonstrátort, hanem van egy olyan demonstrátor, aki vélhetően jó kommunikációs készségű, olyan szakterületről választottuk ki, és ő azzal lesz megbízva, hogy ezeket a szórványnak mondott, vagy szétszóródott diákokat fogja össze, tehát ő nem szakmai segítséget hivatott majd nyújtani, hanem szervezésbeni kötelezettségei vannak. A demonstrátori ösztöndíjasok munkáját figyelemmel kíséri majd az MNT. A demonstrátorok munkáját az általunk kijelölt elektronikus felület jegyzi, havi jelentést ad erről, tehát havi jelentésben mutatja a kommunikációt személyenként, jogosultságként. Mi ezt úgy programozzuk, hogy egy Excelben mi megkapjuk havonta gyakorlatilag azt, hogy melyik demonstrátorunk kivel kommunikált és kivel nem. Ez lesz az egyik, ami jelentés szintű, a másik pedig azért időről időre fölkeressük őket, megkérdezzük őket, tehát egy
egy kevésbé sablonos, inkább tájékozódó jellegű kapcsolattartást is tervezünk demonstrátor hallgatókkal, hiszen mégiscsak a 100 legjobb vajdaságban tanuló magyar diákról van szó, akiknek nem csak az a feladata, hogy az első éveseket segítse, hanem az is, hogy egy kapcsolatot tartva velünk valamilyen előnybe, valamilyen plusz információba, tapasztalatba bővüljön és kiteljesedjen. Ez lesz az alapja egyébként a foglalkoztatás segítő programnak is, amit az MNT majd a következő lépésként tervez. A demonstrátori ösztöndíj pályázat keretében a Magyar Nemzeti Tanács a főiskolásoknak 130, míg az egyetemistáknak 150 eurót folyósít 10 hónapig. Kedves demonstrátorok pedig öröm! Az 5 éves magyar tannyelvű tanítóképzőkar első időszakában az oktatói és az infrastrukturális feltételeket kellett megteremteni. Mára oktatói tevékenysége mellett fontos művelődési és közéleti eseményeknek ad otthont, így még inkább jelen van a köztudatban. Emelte ki dr. Takács Márta, az MTTK megbízott dékánja. Ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy az intézmény szellemisége a továbbiakban sem változik, és a hallgatók érdekeit szolgálja. Ezzel nem állhatunk meg. Tehát azt most, hogy 5 évesek vagyunk, csak egy pillanatra megálltunk ma, mert akár a Nemzeti Tanács Oktatási Stratégiát nézzük, akár a közösség érdekeit általában és az intézmény érdekeit, itt nem állhattunk meg, mert nagyon fontos képzési területek vannak, amelyeken még szerepe lehet a magyar tannyelvű tanítóképzőkarnak. Ami a szellemiségét illeti, az nem változik. A közösségért, a hallgatókért vagyunk, ezért teszünk minden, négyen az káderfejlesztés, legyen az intézményi fejlesztés, legyen az könyvtárfejlesztés, és mindenkinek nagyon-nagyon szívesen fogadjuk a segítségét, és ezt most mi is köszöntük a mai napon, aki jó indulattal van irányunkban, aki támogatja a munkánkat, legyen az adomány, legyen az erkölcsi támogatás, vagy pedig valamilyen oktatási tevékenység, azt szívesen látjuk. Dr. Káigy Katalin a kar első dékánja október 1-én nyugdíjba vonult. Sok éves munkáját éremmel köszönte meg a tanítóképzőkar. A nyugalmazott dékán pedig díjat alapított, hogy további sikeres munkára ösztönözze a legeredményesebb hallgatókat. A Katalin díjat az a végzős kaphatja, aki magyar nyelv és irodalomból, vagy művelődés történetből írja diplomamunkáját, és azt kiemelkedően védi meg. Hivatásom a tanítás, és hogy nem véletlenül hívnak Katalin, mint tudjuk, alexandriai Szent Katalin a diákok és a tudománnyal foglalkozók védőszentje. Valamilyen formán úgy gondoltam, hogy az első dékánnak meg kell jelennie azokon az egyetemi napokon, amikor a diákok eredményeiről is többek között szó van. És tekintettel arra, hogy nagyon jó képességű diákjaink vannak, tekintettel arra, hogy időnként rendkívüli képességű diákjaink vannak, úgy gondoltam, hogy ezt jutalomban kell részesíteni, és ezért találtam ki a Katalin díjat, és merem remélni, hogy amíg élek, minden évben ebben az időpontban valakinek oda tudom majd adni. Az első Katalin díjat Tóth Ágnes végzős vehette át. Számomra ez nagyon megtisztelő, hogy egy újonnan alapított díjat elsőként vehetek át, és azért, amit én raktam le az asztalra a saját diplomadolgozatomért, még mindig vegyes érzelmek kavarognak bennem, egyrészt azért, mert nagyon megható dolog, másrészt pedig azért, mert tényleg ilyen elismerésben részesülni nem mindennapi dolog. Tehát egy magamfajta egyszerű végzett tanítónőnek ez egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon-nagyon hálás vagyok a dékánasszonynak, aki nekem ítélte az első Katalin díjat. Az ünnepségen dr. Miroslav Veszkovics, az Újvidéki Egyetem rektora elmondta, fontos, hogy a szabadkai és a környező településeken élő diákok itt tanulhatnak. Ne može se sve odvijati samo između Beograda i Novog Sada. Moramo imati jasno i dobro definisane visokoškolske ustanove i u ostalim mestima koji ispunjavaju uslove. Ono što je posebno važno, a to je da u mestima kao što su Sombor, kao što je Zrenjanin i kao što je naravno Subotica, dakle u kojima imamo svoje fakultete, ti fakulteti grade dodatno akademsku atmosferu. Veoma nam je važno da što veći broj nastavnika ne samo dolazi i kratko boravi na fakultetu, već da zapravo tu živi i da bude
deo akademskog prostora, da bude deo onoga što se dešava i posle podne i uveče i da gradi jedan ambijent u kome ćemo se svi zajedno bolje osjećati. Katalin napi jutalmat kapott Balog Anikó és Kulcsár Sarolta harmadéves hallgató, a nemrégiben megtartott József Attila és Kosztolányi Dezső Köldök és koruk irodalmi konferencián nyújtott ki magasló eredményükért. Az iskolanapi ünnepségen az intézmény legeredményesebb hallgatóit is megjutalmazták. Ugyancsak elismerésben részesültek azok, akik a kezdetek óta támogatják a felsőfokú oktatási intézményt. Nyugodtabban telik majd a diák élet a jövőben. Legalábbis a hirtelen jött nagy ellenőrzőktől nem kell félniük a tanulóknak. A nemrég életbe lépett törvények ugyanis előírják, az általános iskolákban a tanároknak már szeptember elején meg kell határozniuk az első fél évre vonatkozó hosszú ellenőrzők és nagy dolgozatok dátumát, januárban pedig a második félévi időpontokat. Ez egy szép elképzelés, csak a gyakorlatban igen nehéz megvalósítani, mivel tanulóknak általában körülbelül 14 tantárgyuk van, és tantárgyanként évente körülbelül 5 ellenőrzőt adnak a tanárok. Ezért, hogyha kiszámoljuk, akkor nagyon nehéz előre meghatározni az ellenőrzők sorrendjét, időbeli sorrendjét. Önnek, mint tanárnak mi a véleménye arról, hogy a tanulóknak ebben az esetben könnyebb lesz a tanulás, és többet fognak tanulni, vagy ez valójában nem segíti hozzá őket ehhez? Gyakorlatban nem hiszem, hogy sokat segítene a tanulásban. Igyekszünk tekintettel lenni rájuk, számba vesszük azt, hogy nekik is nehéz ennyi tantárgyból készülniük, de igyekszünk megbeszélni, bejelentjük előre legalább 5 nappal az írásbeli, illetve az ellenőrző megírása előtt, és alkalmazkodunk egymáshoz. Milyen sűrűn iratott eddig ellenőrzőt, és ez mennyiben fog változni mostantól? Nekem évente 5-6 ellenőrzőm van, nagyjából másfél havonta iratok ellenőrzőt. Hogyha több tantárgyból is egy bizonyos héten szeretnének ellenőrzőt iratni, talán úgy küszöbölhető ki, hogy valaki egy rövidebb ellenőrzőt ad fel a gyerekeknek, ami legfeljebb 15 percig tart, és akkor így többen is tudunk egy héten tudásfelmérést végezni. Önök, mint tanárok, egyeztetnek egymással? Igyekszünk. Az előre meghatározott dátumokat fel kell tüntetni az iskola honlapján és a hirdetőtáblán, hogy a szülők és diákok számára is nyilvános legyen. Az előírás nem vonatkozik a feleltetésekre és a röbb dolgozatokra. Milyen sűrűn írtok ellenőrzőt vagy dolgozatot? Hát mostanában kicsit sűrűbben, mivel itt volt a negyed év, de hát még lehet tanulni az anyagot, szóval nem letárhat minket. A tanárok mindig bejelentik az ellenőrzőt és a dolgozatot? Igen, természetesen van, amikor egy héttel előbb vagy még előbb, hogy legyen időnk megtanulni a tananyagot. És a röpp ellenőrzők? A röpp ellenőrzőket nem mindig, van amikor kicsit hosszabbak, például 10 perces vagy 15, amit pár perc alatt meg lehet oldani, azt nem, de hiszen ez arra van, hogy minden órára készüljünk. Milyen sűrűn írtok ellenőrzőt vagy dolgozatot? Hát függ attól, mikor, hogy milyen időszakban vagyunk. Szóval, hogyha végeződik a negyed év, akkor van, hogy naponta képesek vagyunk minden nap írni is egy héten, de van olyan, amikor egy egész héten csak egyet vagy kettőt írunk. Minden ellenőrzőt bejelentenek a tanárok? Mindent, még a röp ellenőrzőket is, ami jó. Mik a tapasztalataid az elmúlt évekre visszamenőleg? A tanárok mindig bejelentettek minden ellenőrzőt? Hát a röpellenőket nem jelentették be, amik nem tartottak tovább 15 percnél, viszont a többit bejelentették legalább 1-2 órával előbb. 1-2 órával, és mi a véleményed, hogy kellene esetleg hosszabb időt hagyni, tehát 1-2 héttel előbb bejelenteni? Hát most az új törvény szerint kötelességük egy héttel előbb bejelenteni, ami szerintem így jobb, több időnk van készülni, és nagyon sokszor volt az, hogy 1-2 nappal jelentették be csak előbb, ami ugye nem elég, hogyha például délutánosok vagyunk, mert akkor délelőtt csak pár óránk jut, és főként, hogyha 2 ellenőrzőnk van egy nap, úgy lehetetlen szinte felkészülni normálisan. Eddig nem volt meghatározva pontosan, tehát minden nap bírtunk írni ellenőrzőt, de most élve lépett az új törvény, miszerint egy héten csak egyszer lehet egy írásbeli ellenőrzőt írni. És titeket értesítettek erről a törvényről? Valaki beszámolt nektek, hogy pontosan mit tartalmaz, mit jelent? Igen, az osztályfőnök értesített minket, osztályfőnök jórán. Az új törvényben a tanulók értékeléséről is született pontosítós leírás. A szabályzatban ugyanis szerepelnek a teljesítmény kritériumai.
Vannak bizonyos változások, tehát az osztályzás pontosan meg van szabva, hogy milyen szempontokat kell, hogy figyelembe vegyen, hogy a diák haladását, fejlődését, angazsáltságát figyelembe vegye, bizonyos standardek vannak előírva az alap, a közép, az felső szintre, hogy milyen tudást, milyen készségeket kell a diák, hogy elsajátítson. A szabályzat értelmében a tanároknak írásos dokumentumot kell vezetniük a tanulók egyéni teljesítményéről és képességéről is. Előlátja azt a kötelező pedagógiai dokumentációk vezetését minden tanár részére, ami lépésről lépésre követi az egyes diákok, tanulók előmenetelét. Ön szerint kivitelezhető az individuális vezetésmódja a tanulóknak? A gyakorlatban nehezen. Ezt igyekszünk úgy megoldani, hogy csoportosítjuk a tanulókat tanulmányi előmenetel alapján. A magaviseletre vonatkozó szabályozás is módosult. Az eddigiekkel ellentétben ugyanis a magaviselet már csak a 6. és 8. osztály között kerül bele a tanulmányi átlagba. Mint osztályfőnöknek mi a véleménye arról, hogy a magaviseletről szóló törvény eddig ugye 1-től 8. osztályozott és belekerült az évvégi értékelésbe, most azonban csak 6. osztálytól kerül bele? Mivel ezt a gyerekek is tudják, ez kihat a magaviseletükre, ugyanis, hogyha egy tantárgy, egy választható tantárgy vagy a magaviselet nem kerül be az átlagba, akkor ők azt kicsit lazábban fogják fel, és másképp állnak a dolgokhoz, de lényeg az, hogy legalább 6-tól belekerül az átlagba. Mit gondolsz arról, hogy eddig a magaviselet az belekerült 1-től 8. osztályba bizonyítványba, most meg csak 6-tól 8-ig kerül bele. Szerinted ez milyen hatással van a gyerekekre? Szerintem egyszerűen nem változik semmi a gyerekekkel, hisz elsőtől ötödikig nagyon fő se fogják azt, hogy magaviseleti belekerül, meg ilyesmi. Aztán meg 6-tól, hát akkor kezdik el rosszak lenni, és akkor jó az, hogyha van, mert egyébként ellazulnánk, és nem vennénk komolyan. Mi a véleményed arról, hogy eddig az 1-től 8-ig belekerült a magaviselet az évvégi osztályzásba, míg mostantól csak 6. és 8. osztály között fog belekerülni? Hát szerintem ez nem épp legjobb, mivel ugye alsóban is, az alsóbb osztályokban is ugyanúgy kell viselkedni, mint tovább, hiszen alsóban is ugyanúgy kell viselkedni, mint felsőben, szóval ez nem azt jelenti, hogy ha mi alsóban rosszak vagyunk, akkor felsőben megjavunk, hogy az végül is nem ugyanaz. A legtöbb iskola egyelőre ismerkedik az új szabályokkal. Megvalósításuk a jövő év januárjától válhat folyamatossá.